A világ harmónia futás 5 kontinens több mint 140 országát köti össze. Célja, hogy fejlessze a nemzetek közötti barátságot. A következő percekben nem csak a futás történetéről, hanem egy hétvégi hazai rekordról is hallhatnak. Vendégeim Csornai Kinga és Huszár András, jó reggelt kívánok, üdvözlet! Jó reggelt kívánok! Egy kívánok. Feltaláló és nyilván a főszervező ebből a szempontból. Kinga, segítsen egy picit nekem abban, hogy megértsük, hogy annyiféle fajta futás, meg olyan nagyon sokféle kezdeményezést látunk, hallunk, de azt hiszem, hogy ennek a kezdeményezésnek az üzenete, a tartalma, a háttere valóban nagyon nagyban eltér minden más ilyen típusú megmozdulástól, ugye? Azt gondolom én is. Az az igazság, hogy van egy nemzetközi csapat, akik egy fáklyával, zászlóval országról országra járnak, és viszik az emberek üzenetét, jó akaratát, jó kívánságát, gyerekek imádják, úgyhogy... Üzleti érdekek nélküli dologról beszélünk, abszolút, ugye? Tehát abszolút. Ez azért egy fontos ügy, hogy itt elsősorban az valóban az a fajta üzenet, az a háttértartalom, nyilván az a fajta szeretet, és hát nem fenköltő hangzik, de tényleg az országok, népek közötti barátság, ugye az alapvető eszme? Pontosan, tehát az emberek maguk szabadságot vesznek ki, hogy részt vehessenek rajta, nem reklámozunk senkit, nem támogat minket gyakorlatilag. Önkéntesek a világ minden pontjáról, ugye, akik ebben részt vesznek. Lehet-e tapasztalni azt, hogy nő ez a száma, bekapcsolódók száma esetleg alkalomról? Évről évre. Hát amikor elindultunk, összesen 20 országban vettünk részt, de most már Afrikától kezdve Ázsia legtöbb országában végig tudunk futni. És hát ehhez kapcsolódnak mindenféle más gyerekrendezvények, rekordok, jópofa dolgok. És ha már a rekordokat említjük, András, segítsen nekünk abban, hát hogyha én azt a szót kimondom, hogy hintaló, akkor nekem a fiam 1 éves születésnapja jut az eszembe, de itt valami egészen másról beszélünk, ugye? Így van. Szőke Gábor Miklós szobrászművésszel közösen alkottuk meg a hintalovat. Én az építészeti részét, illetve maga a hintajó, az már egy 6 évvel korábbi saját ötleten alapul, és a Gábornak ez a különböző szobrai, például az Erzsébet téren ezek a dobbermanok, amik vannak, ezeket ő készíti. Mi megismerkedtünk 2 éve egy Wood Festival nevezetű helyen, ahol kitaláltuk, hogy együtt megépítjük ezt a hintalovat. Most ez elkészült 2 hét kemény sportos munkával, és úgy gondoltuk, hogy ez az a rendezvény, amihez érdemes csatlakozni, tehát mi is önkéntesen, illetve a hintaló is önkéntesen oda került, hogy minél több gyerkőc kipróbálhassa. Szerettünk volna egy nagy rekordot fölállítani ezzel. Kíváncsiak voltunk, hogy hányan tudnak egy hintalóval, egy olyan hintalóval, ami nem egy statikus, hanem ami a világon az egyetlen ekkora méretű, működő, saját, közös erővel hajtható hintaló. Aha, tehát ebben ez a fantasztikus dolog, hogy tulajdonképpen egy láthatóan most, mintha egy szobrot láttam volna, de ez azon túlmenően, hogy megjelenésében valóban hasonlít egy szoborra, ez egy működő szerkezet. Így van, tehát ennek a szerkezetnek a működése az abból ered, hogy különböző generációk akár, tehát egészen a pici gyerektől a nagymamáig bárki fölmehet rá, és ők együtt, közös együttműködése hozzák ringásba, mozgásba, ami örömet okoz. Tehát ez egy játék, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és azért működik, mert hihetetlen egyszerű. Tehát, mint minden egyszerű dolog. Hát igen, és észre se veszi az ember, közben iszonyat sportol. Aha. Tehát, hogy jobbra-balra csak elkezdenek billegni, de közben meg összeáll ez a mozgás, és a végén már ilyen 4-5 méterre ki tud emelkedni. Ugye a hintolóval együtt ez már akár 6-7 méter magasság. Nem veszélyes ez, hogy valami bekapaszkodni? Hát Istenek, nem veszélyes, mert elég sok kapaszkodó van, illetve pont annyira van kitalálva a mozgása, hogy ne lehessen zuhanni, ne lehessen kiesni. Tehát pont az az arány lett eltalálva, amivel még biztonságosan a lábukon állnak a Ez volt gondolom az ön feladata, ezt a részét, ugye, kikísérletezni, kitalálni. Tehát így statikailag így a működőképességét, és akkor a Gáborral meg gyakorlatilag, hogy azért ez szép is legyen. Az ő része, ez az installálás volt, illetve ez egy nagyon izgalmas közös együttműködés volt szobrász és építész között. Világos. És mi volt ez a rekord? Tehát kiderült akkor, hogy hányan fértek rá, vagy hányan vettek részt? Kiderült, hivatalosan 6 óra alatt 2077-en hintáztak, ami hát most egy ilyen első körös rekord, most már folyamatban van ennek a hitelesítése, tehát Magyarországon mindenképpen ez a kategória már rekordnak számít, és szeretnénk a következő alkalommal pedig a Guinness rekord felé lépni, ahhoz kellett most ez az első kör,
hogy valamilyen szabályrendszert felállítsunk, tehát olyan 4 perces hintázásokra lehet számítani, és ez körülbelül 11 perc le- és felszállással együtt. Egyébként hozzá kell fűzem, hogy túl jó szívűek voltak, mert a gyerekek, meg nem csak a gyerekek, én is imádtam, és nem tudták egyszerűen leküldeni a gyerekeket, hogy a következőkről mehessenek. Hát igen, rendezvény véget ért 4-kor, és utána még 5:30-ig hintáztak a gyerekek. Ezt gondolom, ez egy olyan fajta mozgás, egy olyan ringás, amivel az ember nem szívesen száll ki, mert hogy milyen, igen, biztos, igen, van neki valami van alapvető ők. Tehát van olyan, most Tatabányán voltunk gyereknapon tegnap, és volt egy kisgyerek, Dominik, aki 7 órán keresztül hintázott, de olyan szinte, hogy egyszer jött le. Hát az már önmagában Guinness rekord szerintem. Abszolút, de a nagymamája ezt teljesen kikészült, tehát remélem, hogy azóta felépült, mert ugye meg nézte folyamatosan a gyereket a hintál, így jobban a billeget. Aztán hiszem, hogy jó nap végére teljesen beszélült. Mit szól ehhez egyébként, hogy egy ilyen rekordba csatlakoztak? Mert én valahol azt gondolom, hogy ebben az egészben az a fantasztikus, hogy ez a teljesítmény diadala az egyik oldalról, és nyilván a másik oldalról szintén. A másik oldalról nem csak a teljesítmény számít, sokkal inkább a közösségnek az összetartó ereje. Ez a mozgás is olyan, hogy tényleg csak közösen lehet mozgásba hozni ezt a szerkezetet, de amiket mi csinálunk, tehát volt egy nagy mandala. Igen. Azt is a gyerekek egyesével a saját alkotásaikat tették hozzá, és így hozta ki közösen azt a szép formát. Vagy a világharmónia futás is. Ha egy ember egyedül ott kocog, senkit nem érdekel. Csak az a lényeg, hogy sok ember, sok gyerek együtt örömmel mozogjon. Nagyon örülök, hogy ebben az esztendőben is pláne egy ilyen extrával ez a dolog valóban felhívta magára és erre az egész üzenetre a figyelmet, mert azt hiszem, hogy ez elsősorban az alapvető cél, és gratulálok ehhez a nagyszerű szerkezethez. Köszönjük különleges szépen. Remélem egyszer kipróbálhatom én is a fiammal, ha lesz megbeszéljük. Hát a Millenáris Parkban EB közvetítés alatt lesz. Hát akkor igen. Ott lehet ringadni és szurkolni megfelelő csapatoknak. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Köszönjük.